Hello mindenkinek, én Dejék vagyok, és itt a Mabos sorozatom negyedik része. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Nos hát, ez egy elég komplex magnak tűnik nekem, úgyhogy vágjunk is bele. Egyes. Eszed egy. Üdv a mapon. Jól van, neked is. Szia. Szabályok játsz. Easy-n. Oké, game rule nem kell beírnod, mert a kövi bomb az. Oké, köszönöm szépen. Creeper, ne rongálj, gondolom, erre is szükség lesz. Szabályok 2. Ne csaj, ne válts, nehézség, spawn point, bárhol. Oké. Story, creeperek elragadták Steve-t és nem tud kiszabadulni. Szabad is ki, 5 feladatot kell kiállnod, sok szerencsét, valami. Szia neked is. Fontos szabály, ne mesteremcén és ne. Mi ez, ne mesteremcén játszom és Minecraft 1.8-on indítsuk. Mi a franc? Na jó, szórakozol velem? Hogyha ez nem... Na jó, kösz, kedves, hogy én is szeretlek. Na. Ó, oh, TNT. Az jó. Van itt mindenféle gír, meg... jó, ehhez nem fűz a kommentárt. És oké, aranyalmát meg a potit azt kitesszük. Mi ez? Jump boost, oké, erre. Lehet, hogy majd később szükség lesz, sőt nem lehet biztos. És akkor ide mi volt írva? Cuccom, ne csórjak, megnézzük azért a másikban is, hogy mi van. Szerintem ugyanez. Ja, ugyanez, úgyhogy ott hagyjuk. Ha kell a fejem, spawn point, hát... most beállította a spawnt? Ja, elvileg beállította, jó. És nyomd meg. Oké, okay, Matrix Gaming készítette ezt a mapot. Jó van, köszönöm szépen neki, hát akkor induljunk. Egyébként itt volt az ajtó, néztem is, hogy miért kéne azt megnyomni. Na. Bloody hell. Mi lesz, ha ezekre rálépek? Oké. Okay. Szóval a gonosz creeper az szeret engem szivatni. Hát én nem csak a láva fölött nem bírom a jumpot, hanem úgy unblock nem bírom a jumpot. Ó, itt viszont szar lesz. Akkor... A game módolás ez azért volt, mert ugye a szokás szerint átrepültem a mapot. Oh fuck. Indulás előtt, úgyhogy ezt így... Jó, akkor respawn, ugye game rule az bent volt, ja, fuck. Igen, mert ott beleakad az ember feje a plafonba, és azért nem tud ugrani, egyébként eddig ez... Anyád. Na, tudjátok meg ez milyen moka, nem egyébként. Istenem. Lássuk új, akkor még egyszer. Oké, okay, ez az, gyorsan egy spawn point. Jó. Oké, okay, ide is most már minden méteren spawn pointot fogok letenni. Azért nem ennyire minden méteren. Mi a tosz? Mi volt? Azt láttátok, srácok? Oké. Okay. Azt hiszem a napi fura adagunk is megvan már. Egyébként jó volt, hogy letettem ilyen közelre azt a spawn pointot. I've got an idea. Mi van akkor, hogyha... Jaj, ezt muszáj volt. Hát ő adta a TNT-t, azt nem mondta, hogy mire használjam. Fuck. De értitek, tehát fő a kreativitás, főleg egy videósnál fontos a kreativitás. Fuck. Meg az, hogy tudjon parkűrözni, Istenem. Ó, vigyulat a TNT, boom. De mindig megfejlem azt a rohadt plafont. De ha már van nálunk még több TNT, használjuk. Ez van akkor, mikor megdőlik az ember kontroll, és ezért kéne új billentyűzet. Fuck! Jó, és akkor most már teszek ide is egy spawnt. Jó. 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 Ez az, még egy spawn mielőtt. És innét hova? Oh, fuck. A létrázás rosszabb, mint a parkűr. Akkor elmondom, bár ez annyira nem részes. Jó. Még egy spawn. Tehát, mi ez? Azért annyira nem nehéz, mint amilyen például a izén volt. És hát az sem volt nehéz, csak én voltam. Úgyhogy... Úgyhogy azokat is végig lehetettem csinálni, csak sok idő kellett hozzá. De főleg egyébként az MB-s srácok mapján volt ez, hogy annyit szenvedtem azon a nyomorék parkörrel.
szerintem a készítő ezt most nagyon élvezi majd, ahogy nézni, ahogyha ezt nézi. Blup. Nem történt semmi. Na. És első feladat accomplished. Első játékos, kiveszünk egy csomó pikket, mert ezek gyorsan fognak törni. És második játékos, gondolom ugyanúgy pikkek, ja. A survival, micsoda, nem á, ne tovább jutott, micsoda, nem tudom elolvasni, nem. Mert fél a bogaraktól, elvileg félünk a bogaraktól. Ja. Oké, és merre? Tehát, hogy mi van? Itt neki kellett volna nyílni? Jaj, anyád! Ó, hogy utálom ezeket a kis rohadékokat. Az ott pont részeg volt, de... És ott breakdance-et a falban. Ja, fúj. Utálom ezeket a dögöket. Egyébként bogarakkal semmi bajom így való életben, de a szilvefiseket nem szeretem játékban. Visszalögdösnek a lávában, nézzétek már meg, mi a fasz? Die, 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 die. Hello. Die. You die too, thank you. Tudjátok mit? Egy picit egyszerű. Die, 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 die. Azért utálom ezeket a kis dögöket, mert hasonlóan ezekhez alig lehet megütni őket, és ezért nagyon lefele kell nézni. Mondjuk itt legalább megvan az a megvan az az előny, hogy mennyien vagytok még, Istenem, meg fognak ölni. Igazából nem baj, ha meghalok, mert legalább full HP-val éledek újra. Itt nincs. Aha, itt alul nincs. Itt végig nincs, a többi háromba van. Plop. Hello, Silverfish. Jó. Onnan még kettő. Akkor még egy, gyere ide. Az hogy a kardom lassan elkopik. Lehet, hogy... Fuck. Lehet, hogy arra is csákányt kéne használjam. Ja, egyértelműen az úgy jobb lesz, hogyha csákányt használok. Erre négy, itt se volt Silverfish. Itt volt, ott is van egy. Most nem tudom, hogy egyszer szeteli a game módot Survivalbe. Úgyhogy... Úgyhogy vágjunk is a továbbiakba, meg egyébként a kőbe is bele, ha-ha-ha, szó vicc. Elnézést kérek, srácok, tényleg szó vicceim, azok ilyen rettenetesek. Osztálytársaim erről tudnák mesélni, amit itt fárasztam őket. Úgyhogy lássuk csak, mire rejtőzik ennek a falnak a tulajdonos, mert ez nagyon érdekel, mi a fenét őriznek ennyi silverfish-sel. Itt ahogy megyünk beljebb, úgy fogynak egyre a silverfish-ek már... fuck. Kellett nekem mondani. Tehát, hogy eddig tehát, hogy 4-ből 3-ba volt, most már csak 4-ből 1-be van. Úgyhogy ennek örülünk, mert annyira nem szeretem őket. Na. Lassan úgy végérhetnénk, mert lassan kezd sötét lenni itt bent az alap. Fuck sake, nem láttalak, kis a rohadék. Nem tudok beszélni, kezd lassan itt sötétedni az alagútban, de az nem baj. Á, és itt vagyunk, és azért meg egy utolsó silverfish betett az arcomba, bolha elleni spray. Nagyon kedves ez a creeper. Szóval MI 9, jó van, MI 9, én is tudok. Szóval azt mondja, MI 9, jó van. Oké, csóró útszélen, mit csinál? Melyik zsédav videós mi lenne? Az ajtón itt van, megyukjuk. Mi ez? James-en, mi? Hú, basszus kulcsi, nem nézek James-et, fogalmam sincs, de szerintem Minecraft kezdetek, tudod, hogy robbodni fog valami. Nem, király. Ó, létrázás, imádjuk, majdnem annyira, mint a horgászatot. Mondjuk, ez itt most egész könnyen ment, bár nem fogom, elszóltam magam. Mindig ez van, hogyha elszólom magam, akkor visszaesek. Na, oké, de csapadunk egy spawnt. És lássuk, mi a, után feketével van írva. Most eldől ki az úr, te vagy én, ha-ha-ha, oké. Okay. Oh, ez egy viter. Oh, mamám, ez egy húzós menet lesz, na jó. Thank you very much. Erre nagy szükségünk lesz, jó, sok izé wooden picket, meg nyajat, te meleg, meg te. Jó, mondjuk a te az marad, mert az viter effekt ellen jó lesz.
Snowball se fog kelleni. Szerintem Jumping Pot is se nagyon. Golden Apple-ből viszont minél több. Kocskafakarmat lecserjük egy jobb gyémánt kardra. Azt kiszedjük azt gyémánt gírt. Aztán nyilak. Flint and Steel-t adhattál volna mondjuk, de nem baj. Még több Golden Apple. Jó, másik chestbe gondolom a másik játékosnak van. Ja, azt nem is veszük ki. Le is rohadt rólam a páncél. Sok közé Silverfish-es püfölésben. Jó, ezt belevágjuk egy chestbe. Jó, ezt ide. Ez egy Potion of Strength. Az Healing Poté. Hol a tej? Itt a tej. Leaping az annyira fog kelleni. Swiftness. Igazából why not? Kicsit variálok itt a dolgokkal, emberek. Jó. Swiftness, Healing, Fire Resistance. Nem tudom, hogy a Wither az... A Wither az nem kap aztán tüzet, úgyhogy... Úgyhogy egy poti, egy healing potit így meg is iszunk, hogy az elején maxon legyen a HP-nk. Petolunk egy almát. Igen, még mindig egy elekes chest. Aha, ő az end boss, a végcreeper. Jó. Oké. Name tag, még több TNT. Plop. Tessék itt a név, és let's do it. Tudom, hogy ilyenkor még nem lehet ütni, de én szerettem ilyenkor is, mert miért ne. Puff. Ilyenkor robban egy nagyot, igen. Most hova tökönbe tűnt? Hol vagy? Ja, ott vagy fönt. Oh, mamám. Oh. Tényleg el is felejtettem, hogy ez a fejét köpködi. Meg elfelejtettem kitenni az almát. Apple. Apples we like. Na, gyerünk Wither. Vagyis bocs, végcreeper. Mégis ez is robban. Csak mondjuk tök vicces, hogy ott van fönt a sarokban, én meg ugye oda nem nagyon tudok fölmenni, és most elkezdte a falat lőni valamilyen kísérletes oknál fogva. Nem baj. Szépen szitával lőjük a kollégát innen messzire, úgyis a valóságban is jobban szeretem az íjat, mint a kardot. Mint fegyvert, úgyhogy kedvenc harcmodorommal bánunk el vele. Na, egy sikerült erre fordítani az egyik csúszalesőjét, hogy tudjon köpködni, úgyhogy mondjuk így is a falat köpködi valamiért, biztos rosszat evett, mondjuk nincs így gyomra, de az teljesen mellékes. Valami, nem tudom, ez is mindenki chase-ik mostanában, úgyhogy a végcreeper is biztos neki állt kempelni. Azért volt ott annyi idő a sarokban, na viszont úgy nézem, most beagrózott, úgyhogy gyere. Gyere te, hol vagy? Ó, az rám esett, hey. Nem szégyelled magad? Te. Gyere ide. Die, 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 die. Anyád nem tanított meg amúgy jó módon, hogy nem szabad ráugrani emberekre? Most már nem be van pörögve. Bum. Mondom, bum. Na. És... Nether Star. Oké, ez nem tudom mit mi. Oké, és hogy jutok én itt át? Ja. Hi. És még több TNT. Már több mint egy stack TNT-n van. Lehet, hogy azok voltak a pontok, szóval elcsesztem egy csomó pontot, na mindegy. Na. Kötelek, itt a vége, pontokat fölöslegesen gyűjtötted, akkor igen, a TNT az tényleg pont volt. Basszus srácok, viszont akkor cheateltem, na mindegy. Kösz, hogy fölöslegesen gyűjtöttem őket. Köszönöm szépen a mapot Matrixnak, és iratkozzatok fel a YouTube-jára, hogyha szeretnétek. Viszont már akár ennyi fér bele. Ja, még a, mielőtt ez egy gyors értékelés. Nekem ez nagyon tetszett ez a map. Nem azt mondom, hogy ez volt a legjobb. Volt ennél jobb is, volt ennél rosszabb is. 10/7, nekem tetszett. Igazából az volt vele az egyedüli pici problémám, hogy 5 feladatot mondott, és én... Várjál. Ha az ásást is beleszámoljuk, akkor megvolt az 5, de az mondjuk picit monoton volt, és inkább idegesítő, mint szórakoztató, úgyhogy... Úgyhogy ezért mondom azt, hogy 10/7. Egyébként tényleg nagyon köszönöm szépen ezt a mapot. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, csekkoljátok Facebook oldalt, lájkoljátok azt is. Hogyha kérdésetek, észrevételetek, egyebetek van, akkor dobjatok róla egy kommentet, vagy esetleg írjatok egy e-mailt, írjatok Facebookon, ahogy jól esik. És már akár ennyi fér bele, úgyhogy ez volt én már a Drake. Ez volt itt már a maposodott negyedik része, tanuljunk meg beszélni, és legközelebb találkozunk, addig is a viszontlátásra.